Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Azt kérdezte valaki tőlem, hogy hogyan lehet Jézus Krisztus Isten fia, hogyha ő Isten? Ez a kérdés, ez hosszú idő óta foglalkoztatja a különböző antitrinitárius, tehát magyar szóval Szent Háromság tagadó irányzatokat a reformáció korától kezdve egészen napjainkig. A kérdező azonban konkrétan hivatkozott a Kolosszéi levél első fejezetére, ahol egy Krisztus himnuszt találunk, egy ős keresztény éneket, amit Pál apostol idézett, és különböző mondatokat szúrt be ebbe az énekbe, ahol magyarázatot fűzött és tanítást közölt az énekkel kapcsolatban. És ebben az énekben lényegében arról élnek ennek a keresztény emberek, hogy Isten fia az első szülött minden teremtmény előtt. És ezt az első szülött szót emelik ki tulajdonképpen. Van, a János irataiban fordul elő egy másik társszó is ezzel kapcsolatban, az egyszülött. Ez a két szó, amire hivatkozni szoktak tulajdonképpen. Na most, honnan ered a problémánk? A problémánk onnan ered, hogy mi ezt az első szülött szót, ezt lényegében időhatározóként fogjuk föl. Tehát abból indulunk ki, hogy a családban, most a mi családunkban én vagyok az elsőszülött, ami azt jelenti, hogy én születtem meg leghamarabb. És aztán születtek a testvérek az idő múlásával egymás után. Ez az értelmezés azonban az Isten világára alkalmatlan, hiszen mi emberek az idő világában élünk. No de, Isten teremtette az időt. Tehát mi, mint teremtmények, időhöz kötött lények vagyunk, Isten azonban, az, mint az idő teremtője, az idő fölött áll. Ez a teremtés egyik napja épp az időnek a megteremtéséből áll. Tehát Istenben nem lehet, Isten munkáiban, velünk értünk végzett munkáiban vannak idő meghatározások, de Isten lényében ismeretlen az idő. Ő öröktől fogva mindörökké van. Tehát az örökké valóság az fölötte áll az időnek. Ez pedig azt jelenti, hogy itt az első szülöttség az tulajdonképpen a zsidó kultúrából értelmezendő, és a zsidó kultúrának pedig az volt a lényege, hogy az apa halála után az első szülött örökölte az apai jogokat. Tehát az ő felelőssége volt az, hogy az apa helyébe lépjen. Tehát itt arról, pontosan arról van szó, éppen fordítva kell értenünk a szót, mint ahogy kronológiai értelemben értjük, hogy Jézus Krisztus az, aki az atya képviselője, az atya helyébe lépett az emberekkel való kapcsolatában. Az atya a fiú által teremtett.
Az atya a fiú által váltott meg. Az atya a fiú által üdvözít bennünket, és a fiú által teremti újra, újjá a világot. Tehát itt az első szülöttség egy státuszt jelent, és nem valamiféle származást. Származása az Istenségnek nincs, öröktől fogva van, kezdete nincs, vége nincs. Ez az egyik fontos dolog. A másik, hogy a fiúság, a fiú fogalma Jézus Krisztusra természetesen kettős értelemben vonatkozik, nem csak abban az értelemben, hogy egy isteni rangot jelent a Szent Háromság közösségén belül, hanem abban az értelemben is, hogy amikor Jézus emberré vált, akkor ő Isten önmagát megüresítve, Isten fia is volt, mondja Gábriel, hogy ő, aki Máriától született, az Isten fia. Tehát igenis lehet Jézus Krisztus egyszerre elsőszülött és Isten fia. Hadd mondjak egy példát, ez nem szokatlan dolog az Ószövetségben. Tudjuk, hogy Dávid Isainak a legkisebb fia volt. Mégis azt olvassuk Dáviddal kapcsolatban, hogy Isten ígéretet ad neki, hogy első szülötté teszlek. De ez arra vonatkozott, hogy ő lesz a messiás szülő atya, tehát a messiásnak az ős atya, inkább így mondanám. Tehát egy rangot adott Isten Dávidnak, nem változtatta meg a születési sorrendet a családon belül. Fontosabb azonban az a tény, ahogy említettem, hogy ezekben az énekben Pál apostol megjegyzéseket fűz be, fontosabb az a tény, ahogy Pál apostol értelmezi ezt az elsőszülöttséget. Mert pontosan azt mondja, hogy aki a teremtő volt, ő az egyház feje, és aki a teremtő volt, ő az újjáteremtésnek a megvalósítója. Háromszor is visszatér ez a gondolat, ahogy Pál apostol gondolatokat fűz az énekhez, hogy valójában azt akarja elmondani ezzel, hogy Isten arca, a felénk fordított arca a fiú. Az a fiú, aki a teremtő, az a fiú, aki az egyház feje, az a fiú, aki az újjáteremtett világnak a királya lesz. Úgyhogy, ha egy példával élhetnék, akkor azt kellene mondanom, hogy aki kronológiailag közelítik meg ezt a témát, azok úgy tesznek, mintha én most hirtelen levetném a zakómat, kifordítanám és úgy venném magamra. Tehát a bibliai szavaknak a kifordítása, minden olyan értelmezés, amely az istenségbe be akarja vinni az időlegességnek bármilyen formáját. Atya, fiú, Szentlélek, egy örök Isten három személyben. Mindegyik személy más-más módon vesz részt a megváltás munkájában, de egyek, egy Istent imádunk három különböző személyben. Ez a bibliai keresztény hitünk. Amen.